A Pántlika Néptánc Együttes élete a tánc. A városi rendezvények rendszeres szereplői, de emellett gyakorta készülnek különféle megmérettetésekre, minősítő versenyekre. A művészeti vezetőjük sem ma kezdte a táncos pályát. Idén van 30 éve, hogy táncolok, gyerekkorom óta, 8 évesen kezdtem, és azóta nagy szerelemben élek vele. Pedagógus vagyok, alsóban tanítok, és mindenem a gyerekek. És nagyon-nagyon szerettem volna, hogy a táncban is ez megmutatkozzon, és továbbadhassam azt, amiben én a gyerekkoromban beleszülettem. Legutóbb a második alkalommal megrendezett Dél-Dunántúli hagyományőrző táncosok szóló és páros táncversenyén mérették meg tudásukat, melyet a Huharai Elemér Népművészeti Szövetség és a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület Bogár István emlékére szervezett meg. 3 megye, 15 településéből 60 hagyományőrző táncos mutatkozott be, férfi szóló tánccal vagy páros tánccal. Boti nagy versenyző nálunk, és nagyon-nagyon vágyott már rá, hogy újra mehessen versenyezni, és választottunk neki egy párocskát, de sajnos megbetegedett a verseny előtt, így Boróka jött számításba, aki nagyon-nagyon aktívan és aranyosan igent is mondott rám, és akkor végül is az előző verseny előtti estén azért egyet próbáltak, hiszen nem egy megszokott párról beszélünk, de hála Istennek a zsűri ezt nem látta, hiszen egy harmonikus párt láttak. Első alkalommal Boldi és Csenge, nagyon izgatottak voltak, nagyon ügyesek voltak, ők most ismerkedtek meg a tánc anyaggal is, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó helytáltak. A Pántlika Néptánc Együttes művészeti vezetője, oktatója, Kisné Kecskeméti Eszter, és párja Bíróné Csöblei Gabriella kiemelt aranyoklevéllel tértek haza a második Dél-Dunántúli hagyományőrző táncosok szóló és páros táncversenyéről. Már régebb óta táncolunk mi együtt, abból is kifolyólag, mert a tánccsoportban nem igen voltak ott akkor fiúcskák, inkább csak fiúcskák voltak, és legények vagy férfi emberek nem igazán, úgyhogy összekényszerültünk, hogy együtt táncoljunk, és én egy elég vezető egyéniség vagyok, és szeretek ebbe bele is bújni, és valahogy mindig ő került oda mellém, és akkor nagyon jó barátok is lettünk, és együtt is tudtunk itt táncolni, és megszoktuk egymást. A Pántlika Néptánc Együttes gyermek korosztályában Jámbor Boldizsár, Németh Csenge páros állt a zsűri elé, akik először vettek részt szakmai bemutatón. Törökkopányi ugrost és friss csárdást táncoltak, amelyet a zsűri ezüst minősítésű oklevéllyel ismert el. Nekem nagyon tetszett a verseny, bennem volt a versenyszellem, szerettem volna a legjobb eredményt elérni. Természetesen az oktatón nélkül, ezt én nélkül ez nem valósulhatott volna meg, és a Csenge nélkül sem. Én 6 éve táncolok, szerintem a Csenge is. Én 9 éve. Én is óvodába kezdtem, ez a 9. évem. Fura volt, mert ugye még nem voltam versenyen, de nagyon tetszett, és szeretném folytatni. Alapvetően voltam, hogyha egy bronzot elviszünk, én már akkor is boldog vagyok. Én az ezüstet teljesen meglepődtem, mikor ezüstöt kaptunk. Ifjúsági korosztályban Takács Botond, Tóth Boróka Hajna páros, Törökkopányi Lassú és friss csárdást vittek a zsűri elé, akik kiemelt aranyminősítésű oklevéllel tértek haza. A Botival a verseny előtti este próbáltunk ezt először. Nagyon nem táncoltunk még versenyen együtt. Eléggé furcsa volt, mivel én egy másik lányon szoktam versenyre járni, és nem a Borókával, és egy kicsit más kategóriájú, kicsit visszafogottabb, és a Boróka viszont nagyon él a színpadon, úgyhogy ehhez egy kicsit nekem is igazodnom kellett. Hát meglepetésünkre mind a három zsűri azt mondta, hogy úgy tűnt, hogy mennyire összeszokott páros vagyunk, és ennek örültünk, mert tényleg nem próbáltunk össze sokat. Nekem nagyon jó élmény volt, mert már régen voltunk versenyen, és most egy hosszú idő után ez volt az első, és igazából már úgy vágytam rá, hogy ilyen megmérettetéssel megyünk részt, úgyhogy nekem ez a versenyszellem hiányzott igazán. Ezt tetszett a legjobban benne. Szeretnék foglalkozni vele még sokáig, amíg lehet, addig táncolok, és a családomban is tovább szeretném adni majd, és én is szeretnék tanítani. Valami okás végzésre gondoltam, hogy megcsinálok, úgy, mint a bátyám, és akkor én is tanítok. A Pántlika Néptánc Együttes tagjai nem pihennek a közeljövőben sem, hiszen a próbák zajlanak töretlenül, ahol már a következő megmérettetésre készülnek a fiatalok.